Basszus, be van kapcsolva a rögzítés. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön a korra bemutató. Igen. Biztosan azért vagytok ti is itt, mert szeretnétek minél többet hallani a koráról, mert hogy a Wikipedia leírja, hogy én meg elmondom a videóban, hogy a kora az nagyon jó Warframe. igen, és... és megvannak az adottságai, hogy egy nagyon jó Warframe legyen. Na jó, vágjunk is bele. Szóval úgy gondolom, hogy a korának az adottságai az tipikusan egy olyan Warframe, a mai Warframe világban, ami, hogy is mondjam, nagyon jól reprezentálja azt, amihová a Warframe mesek vinni akarják a játékot, a Warframe-et. Hú, de meleg van. Szóval nagyon jól reprezentálja azt a részt, ahova vinni akarják a Warframe-et, a DJ, és egy olyan Warframe-et kaptunk, ami nem arról szól, hogy elkapcsoljuk a 4-es képességet, és akkor várjuk, hogy az események megtörténjenek, hanem egy ilyen összkombinációja a képességeknek és fegyverhasználatnak, és... a korában ezt így meg tudták testesíteni, és emiatt úgy gondolom, hogy a kora az új generációs Warframe-eknek egy nagyon jól eltalált darabja. Viszont hogyha arra kerül a szó, hogy farmolás, sebesség és easy win, akkor nem a kora a megoldás. Mire gondolok itt easy win alatt? Például egy szarén fogod, és akkor ott egy-két elkapcsolgat a képességek, és easy win, vagy egy ember, és easy win, vagy egy Rhino Stomp, és akkor easy win. A korával aktívan használnod kell a képességeket, kombinálnod kell a fegyverekkel, és amiatt, hogy ne legyen ugye egy könnyen eleső Warframe, és hogy adottságait megfelelően kihasználjuk, így aztán gondoltak arra is, hogy legyen némi heal power-je, ugyebár mondhatnám így, és ez a macskája személyében, mert hogy a macskájának ugye az egyik képessége az a gyógyítás, és amit, hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon jó végez, és hogy őszinte leszek, én a többi képességének nagy hasznát nem láttam, max alacsony szinteken, magas szinteken meg csak a healnek veszed igazi értelmét, de annak úgy vettem észre, hogy nagyon is, és nagyon jól csinálja azt a heal szerepet, nem csak önmagunknak, hanem társaknak is. Na jó, gyerekek, jöjjenek kora képességei, mármint a, tudjátok, amit energiá fókuszált képessége. Jó, oké. Az egyes képessége pretty much straightforward, egy ostor ilyen dominatrix módra így semmi más csinál. Amilyen hangzatosnak hallatszódnak az adatai, annyira nem nagy szám, hogy őszinte legyek, de egyike talán a legjobbak, olyan Excalibur egyes képessége mellett az egyik talán legjobb egyes képesség, hogy arra kerül szó sor, hogy sebzés. És azt tudnotok kell róla, hogy sebez, és a sebzését befolyásolják a kardodban lévő modok. Mindegy, hogy milyen kardod van bent, főleg benne lehet egy mikrofon is, de hogyha abban benne vannak olyan modok, akkor azok befolyásolják a kora első képességének a sebzés hányadosát. Nos hát 150-es szinten ez nagyon gyorsan elhal, 20-as szinten ez nagyon szépen sebez, tehát ilyen 20 és 50-es szintig megfelelően használhatjátok az egyes képességét, ha úgy érzitek, hogy ilyen dominatrix módban vagytok, és szívesen ostoroznátok meg valakit, én is visszatérek majd a Greenier nénimhez a hajómban. A második képessége az valami használható cucc. Értitek? Tehát az úgy fasza. Mit csinál? Fogja és egy enemit, egy ilyen, nem is tudom, drótok közé zár, amiből fém lesz, na most, és ez a fémbe drótba zárt enemi, ez fogja magát, és összehúzza a körülötte lévő enemiket. Ez egy kurva hasznos képesség. Nagyon jó kis tömegszabályozó, azt kell, hogy mondjam, és emiatt
nem csak emiatt, de a korának úgy érzem, hogy az összes képességéje, mint hogyha ilyen infested elleni harca lennének kitalálva. Tehát olyan enemi fajtákat szeret a kora, amik megközelítik őt, mert hogy úgy érzem, hogy a képességei akkoré vannak irányítva, hogy vagy te odamész közelebb az enemihez, vagy az enemi jön hozzá, semmiatt az infesteddel talán bánni kell a legkönnyebben. Na, szóval így összegyűjti maga köré az enemiket, és onnantól kezdve már tiéd a pálya. Azt csinálsz, amit akarsz. Azt tudnotok kell, hogy ha benyomod a kettest, akkor az egyes az megnövekedett sebzéssel hat rá, és ettől nagyon boldog tudsz lenni. De én azt mondom, hogy nyomd meg a kettest, és lőj közéjük egy lenzel, mert a sokkal nagyobb poén. És emiatt úgy érzem, hogy a kettesnek úgy van egy jó tömegszabályozási lehetősége, és ha arról is van szó, hogy ugye nincs energiád ultira, akkor a kettes még mindig nagyon jól ki tud húzni a csávába. Ez egy olyan warframe képesség, ami jó. Tehát ahhoz képest, hogy nem egy ulti. Érted? Akár egy ulti is lehetne, hogyha nagyobb range-en működne és gyorsabban, de ahhoz képest, hogy nem ulti, ez egy jó képesség. Na most, hármas képesség, hölgyeim és uraim. A macska. Na most a macska... Azért a korára meg kell hagyni a legenergiaéhesebb, nem energiaéhesebb, bocsánat, a forma éhesebb warframe, mert a macskát is le kell formázni, és a macskát jobban le kell formázni, mint magát korát. Míg a kora builded akár olcsó is lehet, és nulla formából is kijön, annak ellenére, de a macskát le kell formázni nagyon-nagyon sokszor, mert erősnek kell lennie ennek a macskának, mert hogy meg kell gyógyítani a téged, mivel hogy úgy gondolom, hogy az attack és protect képességei literally haszna vehetetlenek, viszont a heal az nagyon-nagyon-nagyon is haszna vehető. Tehát ha még úgy is indítod a játékot, hogy attack módban vagy protect módban van a macska, azon fogod kapni magad egy idő után, rögtön rakod át hírre, hogy tudjon gyógyítani, és úgy is fogod hagyni. Tehát nekem legalábbis ez volt, és... azt kell mondjam, hogy nagyon hasznos a heal része a macskának, és nagyjából ennyi. De a lényeg az, hogy életben maradjon a macska, akkor időt kell adj korának a modolásban, továbbá lásd el életmodokkal, és hogyha nagyon támadóra szeretnéd azt a macskát csinálni, akkor rakjál be neki támadó modokat, a hunter modokat például, tehát bármi, amilyen támadó mod rakjad be. Alacsonyabb szinten, mondjuk egy ilyen 20-30-ig, emlékszem, hogy Sedna Adaron húztam ki, XP-ztem ki, és Sedna Adaron a kisebb szinten enemikkel, tehát nem a Heavy Gunner Bombard vagy ilyesmivel, egy ütéssel végzett a macska, hogyha attack módba volt, és emiatt hasznos volt az attack mód, ha például arra került sor, hogy Focus Farm, egy Equinox volt velem akkor, és altatta az enemiket, és hogyha észrevették az Equinoxot, és én mondjuk épp egy 500-as Affinity Boost-ba voltam, akkor a macska az leölte azokat, akik észrevették az Equinoxot, és én meg tovább tudtam folytatni az 500-as Affinity-vel a gyilkolászást, mert hogy nem öltem le olyat, aki már észrevett minket című történet. Szóval emiatt hasznos volt, egyedül ezt a hasznot fejeltem fel, felfedezni az attack módnak, a protect módnak igazából semmit, azon kívül, tehát most ne értek azzal, hogy mit tud a protect mód, de nem izgad, attól még nem hasznos. Szóval, a heal fasza, az attack mód esetleg alacsony szinteken, tényleg előre megy a macska és ledarálja mindenkit, de amíg erre nem lesz egy értelmesebb AI, egy mesterséges intelligencia program ráírva ezekre ezekre a fajta képességekre, mint például ugye a Necros halott idézése is, addig a korának a macskája se lesz az igazi, de legalább gyógyít, szóval, és azt jól csinálja, hogy őszinte legyek. Ultimate képesség, hölgyeim és uraim, a kora létrehoz egy ketrecet, egy macska ketrecet, ahova biztonságban bebújhat, összegömbölyödhet, és csinálhat, amit akar. Mert ez a ketrec móka, nem enged be semmit, olyan, mint egy kis augmentes wóban háló. Nem mondom, hogy túloztak a képesség fantáziával a karakternél. És nem enged be senkit, másodpercenként dealing-el egy damage-el, természetesen megemelheted ezt a damage-et, hogy extra erőt adsz a karakternek modoláskor, extra erőt, de őszinte veletek,
Nem tűnik nekem olyan nagy sebzésnek ez az egész dolog, úgyhogy ulti sebzés gyilkolásra nem feltétlen éri meg. Tudjátok, mikor éri meg ulti gyilkolásra csinálni ezt a karaktert? Ha infested defenzerre megyünk, akkor viszont nagyon. Tehát elkapcsoljátok ezt az ult, és minden mob, ami felétek jön, egy kicsit több erővel ledarálja. Higgyeltek arra, hogy az Ancient Healerek, Destructorok, blablabla, ezek eltűnjenek a mapról. Bármilyen, amilyen mod felé, bármilyen, amilyen, hát nem is tudom, hanyas szintig, talán 30-40-es szintig mob odasétál, a korának az ultja el fogja tudni intézni. Ugye a másodpercenkénti sebzéssel a magasabb szintű enemiket is, amire lejár egy pályakör simán elintézési, egy tényleg kiváló védelmet nyújt olyan enemik ellen, amelyek nem lőnek. Szóval, ja, és nem rossz, de hogyha mégis olyan enemikre kerül a sor, akik lőnek, ha akkor kapcsolod el, akkor szinte egy instant védelmet ad, mert mindenki, aki körül, az ulti körül van, így beszívja, rászívja erre a macska ketrecre, és szépen lassan elkezdi sebezni. Úgyhogy ez egy jó képesség, hasznos képesség, csak úgy gondolom, hogy terület, tehát mínusz erő, idő, és terület az, ami a korát így kiemeli, hogy is mondja, a modolási irányzatába megy. Szóval erőre is nyomhatod, de annyira szerintem nem éri meg, mert akkor a sebzés nem biztosít, hogy megéri erre modolni. De hogyha türelmes vagy az ilyen másodperces sebzés rétre, és megvárod, amíg legyilkolja nagyon lassan azt az enemit, akkor hajrá című történet. Srácok, ezek lettek volna kora, hogy is mondjam, képességei, és igen, testi adottságokról ne beszéljünk, mert akkor a Social Justice Warrior-ok mérgesek lesznek. Na, hogy is mondjam, a kora egy filling up karakter számomra, egy olyan karakter, ami két quest között nesze itt van, és játszatok vele, és nesztek itt vannak az új fegyverek, nem mellesleg a secondary fegyver, kurva jó. Szóval nesztek itt vannak az új fegyverek, és egy új Warframe játszatok vele, tehát egy ilyen filling résznek, mint egy animékben az ilyen filling rész, tehát ilyennek látom a korát. Viszont egyáltalán nem elkapkodottnak látom a korát, és tényleg egy olyan irányzatnak látom ezt a Warframe-et, ahova Warframe-osába menni akar, nehogy ne arról szóljon, hogy csak, hogy megnyomunk egy gombot, és megtörténik az esemény, hanem tényleg vegyünk részt azzal a Warframe-mel egy aktívabb játékban, és ez lenne a kora. Egy élvezetes karakter, megfelelően erős, de nem túl OP karakter. Mondom, nem tudom, hova lőjem be. Valami ilyen Oberon volt szintű OP-ságra. Tehát lehet vele, de azért túlzásokban nem lehet vele esni. Tehát című történet. És emiatt egy élvezetes karakternek tartom, és jó vele játszani, és a képességei összhangja is, ahogy kisegítik ezt a karaktert játék közben, megfelelően van csinálva. Bár lehet, hogy tényleg egy ilyen filap, hogy nesztek itt van, ne sírjatok karakter, de nem elkapkodott, hanem úgy érzem, hogy tényleg átgondolt, és egy balanszolt karaktert kapunk, és mindegy volt, mert ugye Sanctuary Onslaught-on próbálgattam, meg miért ne, és mindegy volt, hogy melyik fajta enemy jön, mindegyiknél megfelelően helytállt, ha kihasználtad a mozgás kultúrát, ha megadtad a macskának az időt, hogy felgyógyítson, ha megfelelő időben kapcsoltad el az ultit, szóval, és bildelés terén 3, 5 vagy 0 formával is megfelelő eredményeket tudsz elérni, szóval olcsó is. Viszont kivéve a macska. A macskát le kell forgázni, amennyiszer csak tudod. Tehát minimum 6 forma abba a macskába, ahhoz, hogy tényleg egy erős. A macska megadja a Warframe erejét, hogy így mondjam. Srácok, ennyi lett volna a kora. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Discord szerverünk a videó leírásában használjátok, mindenki számára elérhető. Ha kérdésétek vannak, akkor Necrocrim Facebook. Ha a klánunkba szeretnétek csatlakozni, srácok, ennek a videónak a leírásában ott a link. Meg lehet. Rá lehet kattintani, lehet jelentkezni. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!